Egyre többen állnak a rajtvonalhoz a tófutások alkalmával. Ez annak is köszönhető, hogy korábban bevezették a rövidebb távokat is. A hétvégén már 77. alkalommal várták a futókat az öreg tó partján, ahol az idén 456-an vágtak neki a távoknak. Ilyen évről évre mindig nagyobb létszámmal indulunk, most 43-an indultak, ha jól emlékszem, a 2 kilométeren, és 46-an a 3,5 kilométeren. Örvendetes, hogy felnőttek közül is egyre többen választják ezeket a távokat, hisz pont azért írtuk ki ezt a verseny lehetőséget, hogy azok az amatőrök, vagy azok a sérültek, akik esetleg a 7-14-en még nem akarnak elindulni, azok is tudjanak, illetve a kiöregedett 2 kilométeresek ne rögtön a 7 kilométeren, szépen fokozatosan menjenek fel a nagyobb távok felé. A program lebonyolításában, mint minden tatai sporteseményhez hasonlóan, most is szerepet vállalt a Szabadidősport Egyesület is. A Szabadidősport Szövetség is, meg a Természetbarát Szövetség is nem véletlenül kötötte meg azt a szerződést Tataváros vezetésével, hogy minden kiemelt szabadidős rendezvény, ebből 7 van egy évben, azt szívesen támogatunk, segítünk, mert programot kell biztosítani az embereknek, mert akkor jönnek el szívesen, ha látják, hogy hova érdemes jönni. Egy nagyon jó szervezett tófutás, egy remekül szervezett minimaraton az egész családnak programot ad. És ez, azt mondom, a többivel kiegészítve egy svédasztal jellegű kínálatot ad, hogy töltse el értelmesen az ember a szabad idejét. A Magyar Szabadidősport Szövetség partner lett az európai sport hét rendezésében és szervezésében, és ebben a megyei szövetségünk szintén csatlakozott, és túrával is, futással is, egy záróként, mert igazán a mai nap a záró napja az európai sporthétnek. Én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, mert egy héttel ezelőtt Esztergomban egy ragyogó túra volt, most pedig itt Tatán egy ragyogó tófutás, Komárom Esztergom megye és Tata hírét továbbra is jó értelembe véve öregbítettük. A 77. tófutás igazi nemzetközi esemény lett, hiszen Szlovákiából, Ausztriából és Portugáliából is érkeztek versenyzők.